Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai videó egy Men's Health videó lesz, vagyis az első Men's Health videó. Én Whisperton vagyok, és akkor kezdjük is. A felhőmask.hu, azaz a magyar forgalmazója ennek a Carbonated Bubble Clay masknak, ami az Instagramon manapság nagyon elterjedt, felkeresett és küldött nekem egy tégelyt ebből a krémből, ami nem krém, hanem arcmaszk. Ha rákeresünk az interneten, ez egy fiatalosabb, bőrt ígérő, pórus tisztító, mit a szereggel leszámoló arcmaszk, aminek az a különlegessége, hogy felfújódik az arcodon. Ez az arcmaszk tartalmaz matcha teát, premium minőségű zöld tea, egy csésze matcha, 10 csésze átlag zöld teával egyenértékű, elképesztő mennyiségű antioxidáns van benne, 6-szor annyi, mint a goji, gojoban, blablabla, szóval egészséges. Ezen kívül van benne bentonit, aktív szén, levendula, menta és rozmarin kivonatok, tehát az olvasottak alapján 100%-ig természetes, 6000 forintért kapható egy tégely, mint láthatjátok. És mindezek mellett az oldal nagyon hamar felhív egy ilyen kis felugró értesítés segítségével arra, hogy ezt az arcmaszkot nagyon gyakran hamisítják, ezért ellátják egy ilyen kis vonalkóddal, amit én még le se kapartam, de ez a vonalkód ez alatt a szürke réteg alatt található. Ha ezt lekapartjátok, ott van egy szám, amit a www.elizaveca.com oldalon be tudtok írni, és le tudjátok ellenőrizni, hogy ez a termék valódi-e, vagy hamisított, ami ugye nem teszi oda annyira a bőrötöknek. Na de akkor nézzük is, hogy hogyan működött rajtam ez az arcmaszk. Szóval, hölgyeim és uraim, először is rest in peace a hangért, nem tudom, hogy miért ilyen halk, de az első dolgunk az lenne, hogy a fejünkön lévő gyönyörű kis szőrzetet összefogjuk, márha ez sikerül, mert az én esetemben egy kicsit... Hát nem ment annyira, mint ahogy elképzeltem. De hát ugye mire van a sapka, hanem erre. Következő lépés pedig ugye az arctisztítás, hogy ne a koszos arcra kent fel az arcmaszkot. Én ehhez egy micellás vizet használtam, de hogyha te kecsketes juhkrémet szeretnél, az is megfelelő. Most pedig jöjjön a varázslat az arcmaszkkal. Wow, azért ezt így láttátok. Tehát azért nem akarom magamat sztárolni, de 2018 vágómestere itt ül közöttetek. Minden esetre felkenés után így néz ki ez az arcmaszk, itt még ilyen krém hatású, azonban itt már érezni azt, hogy a levegő csinál vele valamit, ugyanis így csiklandozza az arcodat, bármire is hangzik ez perverzül. Azt hiszem 10-15 percre van szükségünk, de szerintem a tovább hagyott fent se történik semmi. Közben csinálhatsz ilyen fantasztikus képeket az Insta Story-ba, vagy... Minden esetre az arcmaszk egyébként elég hamar elkezd hatni, addig is pedig üsd el valamivel az idődet, mondjuk táncolj, mint egy degenerált kecske, vagy csak húzd le magad a WC-n. Na és igazából ez lenne a végeredmény, szerintem rohadt jól néz ki, és nagyon kellemes érzés az arcodnak, hatalmas lett tényleg, és arra nagyon figyeljetek, hogy a szemetekhez ne kenjétek túl közel, mert nekem például az egész szempillám olyan lett, illetve az orromba is bement, úgyhogy szerintem mossuk le ezt a kis csodát, és lássuk, hogy milyen a végeredmény. Oh, hello boy! Tehát szerintem ez egy nagyon király arcmaszk, teljesen állatbarát, soha nem lett állatokon tesztelve, ezt az oldal biztosítja nektek, illetve 100% prémium garancia van rá, ugyanis vállalja az oldal, hogyha nem tetszene az arcmaszk, vagyis nem bizonyítana nálatok, akkor ők visszaadják ezért a pénzt, ami ugye elég ritka, és ez egy magabiztosságra vall a cég felől, hogy biztos, hogy tetszeni fog. Szerintem próbáljátok ki, már csak a jó képekért is, mert tényleg nagyon vicces. A Krémmánián is 5 csillagot kapott, ami egy elég megbízható oldal szerintem. Igazából nagyon rossz véleményeket nem láttam róla. Nyilván még nem használtam annyira sokáig, hogy el tudjam mondani a hosszú távú eredményeket, de minden esetre a bőröm puhább lett tőle, és ez egy király arcmaszk. Úgyhogy teljesen pozitív véleménnyel vagyok róla, hogyha szeretnétek, akkor rendeljétek meg a felhőmaszk.hu-ról, belinkelem az oldalukat a leírásba, és hogyha emellett az arcmaszk mellett döntetek, csináltok benne egy jó képet, és feltöltitek a Whisper Bubble Clay Mask hashtaggel az Instagram oldalatokra, akkor valószínű, hogy ezt becsekkolom, lájkolom, esetleg kommentelek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és mindenképp írjátok meg kommentbe, hogy milyen men's health, men's lifestyle-al kapcsolatos videókat látnátok még szívesen, illetve várom a képeiteket az Instagram oldalatokon. Találkozunk legközelebb, sziasztok!